Na hát, no hát. Mik a történet? Itt vagyunk egy csodálatos este alapul, Tamással. Pompás ez az este, ez a kis piknik, ez a varázslat, amit itt érzek. Eljöttél ide a vidékre és megmutatod, hogy milyen a pesti rep. Ja, a pesti rep, bazeg, én is vidéki vagyok, faszom. De amúgy a vidéki dolgoknál nincsen jó. Ez így van. Én a vidéki csajoknál semmit nem szeretek jobban. Na, nem akarom elvenni a szerepedet, csak ja, ne, hogy jól van. Nem, haver, ezt te is tudod. Tudom, nehogy megsértődjél, most akkor... Rendeződés bontok. Az nem van, hogy vidéki vagyok, most komoly. Az a baj. Vidéki man! Iszik-iszik, meg rájszik. Na jó. Rájszik. De az megvan, nem szó, hogy vidéki man. Na jó, történt. Na jó. Sziasztok, Floris Diaz! Rep, jó! Itt vagyunk Sóstó Noise-ban. Hogy érzitek magatokat? Abszolút kedveljük ezt a történetet. Nagyon-nagyon idilli ez a környék. Szépek a fák. Minden, nem? Ez így jó. Abszolút. Jó, ugye, és az előbb legalább 23 gilf jött fel. Hát akkor valószínűleg ezért fogsz visszajárni ide, szerintem. Nem, hát nem. Egyébként nem, én is nagyon jól érzem magamat. A gilf. Köszönöm szépen, hogy hát ahol gilfek vannak, ott milfek is, mert hogy a gilfek a milfek anyukái. Igen, tehát ők az idősebbek. Tomi szereti az ilyen filmeket. És beszélnem itt erről a közös formációtokról, Bálnagyokról. Hát szépen. Úgy volt az egész történet, mert egyébként sokszor elmondtuk, úgy volt, hogy én a 13. kerületben uraltam egy ilyen 5-6 utcán. A Diaz, meg a hatodikban. De és nekem kicsi... volt fegyverem. Nem, nekem volt fegyverem, neked meg ízmod. Nekem fegyverem volt, neked meg ízmod. Okay. És összeért két kerület, tehát a 13 meg a 6, és volt egy ilyen kis csücsök. És néha mindig egymás emberei átértek a másikhoz, és ebből már ilyen nagyon sok balhé volt. Mert tényleg egy elegem volt ebből, rosszul aludtam miatta minden, és akkor mondtam, hogy figyelj te Diaz, én tudom, hogy te izmos vagy. De nekem fegyverem van. Úgyhogy akkor valami... De nekem fegyverem van. Csináljunk valamit ezzel a történettel, jó? Mert most rajta berágok. És akkor úgy döntöttünk, hogy ezt az erőt, ami bennünk van, ezt ne egymás ellen használjuk, hanem használjuk valami pozitívra. Egyesítsük. Tehát, egy ilyen bolygó kapitánya a Power Energy legyen belőle, és hát ez lett. Tehát, hogy mint ahogy a mormoták a Milkát csomagolják, és érezni benne a szeretetet, úgy a Valhallóban is benne van ez az óriási nagy szeretet, és ezt mi is nagyon becsomagoltuk a szeretetünkkel, a szerelmünkkel, és ezt érzi a közönség, és emiatt ilyen intenzív érzelmekkel fordul felé, úgyhogy úgy mi nagyon boldogok vagyunk emiatt. Hogy ilyen nagy ívűen beszélsz erről. Jó, esik a szívem. Igen, úgy van, ennek a szerelemnek lett a gyümölcse, ugye a Rapport című számot. Hát ez az első dalunk, igen, bár én most nem tudok olyan komolytan beszélni. Körülbelül télen fogalmazódott meg bennünk egyébként azt, hogy csináljunk egy közös csapatot, mert hogy előtte volt a Képkockák és a Felébredni máshol, aminek elég nagy sikere volt, és akkor így úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy külön projektet, mert hogy zeneileg is el akartuk vinni más irányba, és tudjuk, hogy milyen a közönség, általában úgy működnek, hogyha valaki más stíluson belül is dolgozik, akkor egyből az lesz a YouTube-on, meg mindenféle netes oldalakon, hogy de miért nem olyan, mint a régi. Fluor, miért nem olyan, mint a régi? Igen, és ezért is jött egy új név, hogy akkor ne az legyen, hogy jaj, de miért nem nyomja a Mizut, jaj, de miért nem nyomja a Partot, vagy miért nem nyom akármi más, hanem hogy ez a Valhalló, itt teljesen más történetek vannak. Hát nyilván itt még most nem Valhallóként jöttünk, tehát ezért nem is hangzott el tőlünk itt ez a dal, mert ezt tartogatjuk az élő koncertes fellépésekre, hiszen azok azért egy kicsivel elnökibbek lesznek, tehát ott nagyon keményen fel leszünk készülve, hozunk magunkkal lányokat, hozunk magunkkal vizuált, molinót, ezt-azt, hörcsögöknek ennivalót, meg hát ami nálunk van a zsebünkben, mindig nagyon sok minden van, úgyhogy akinek van kedve megkóstolni azokat, az bármikor vár. Szuper, és így mik a terveitek így később? Hát most tök sok dal ötletünk van, mert hogy amikor kitaláltuk, hogy legyen Valhalló, mi eléggé így belecsaptunk a lecsóba, és tök sok dalon elkezdtünk dolgozni. Uh-huh. Szerintem 6-7 dalt simán nekiálltunk csinálni. Hát és levonultunk a Balatonra, és négyével megszültük a dalokat. Kétszer lementünk, igen. Úgyhogy van még a tarsolyunkban pár dal. Meg hát most jött ki a Europe Tour, a Kis Ádámnak az új websorozata, és annak is mi csináltuk a zenéjét, úgyhogy tökre jó dolgok érnek minket. Közben a Maha Sláger listán másodikak lettünk, a rádiós játszási listán a hetedikek, a Pet
finn, ismét csak második. Lehet, hogy második ötlet. Ja, értem, igen. Tehát mindegyik a második ötlet. Lehet, hogy szóval ilyen... Hát elsők még nem, de van. De nem, lehet, hogy azok is leszünk, de ilyen meglepően jó visszajelzéseket kapunk, tényleg ilyen nagyon durvákat, hogy csak így nézzük, hogy ha, ne baszunk, ma. Igen, meg ami nagyon meglepő, hogy nagyon sok előadó írt nekünk, és nem csak a hip-hop közegből, hanem pop előadók, énekesek megosztották a dalt, úgyhogy ez azért szakmailag is. Igen, ez azért ez nekünk elég nagy energiát ad, főleg ahhoz, hogy a következő klipünket leforgassuk, aminek Apu Vedd meg lesz a címe, és hamarosan látható lesz majd a YouTube-on. Puszi Puzsér. Úgyhogy egyébként tehát én nyomom ezt a Kimi Tube-ot, és ez csak egy ilyen belsős poén volt, de hogy egyébként igen, hamarosan jön az Apu Vedd meg című dal, és utána még rengeteg, szóval nagyon, hát egy jövő nyárig megvan, hogy mikor milyen dallal fogunk kijönni, úgyhogy nagyon-nagyon rákészültünk a timingra, mindenre. Igazából, hogyha nem omlik össze a bolygó, akkor minden úgy lesz, ahogy mi ezt tervezzük, és hát nem fog összeomlani a bolygó, mert a Street Fighter haverom mindenkit kiüt, aki azt gondolja, hogy összefog. Szuper, és így közelgő fellépések? Hát, de attól függ, hogy ezt mikor hozzátok le. Hát igen. Hát így mára mentek így. Hát igazából mind... Közösen jártok így fel? Közösen járunk fellépni, de ez még mindig csak egy Fluor Diaz ügy, tehát nem Well Hello-ként járunk, hanem nyomunk Fluor és Diaz dalokat. Hát ez most leszünk például Érden, Bólyon, Győr, Szerbiába, Szlovákiába, nem tudom, ez így rengeteg buli van most így hirtelen. Esten is lesz buli. Este is tudom, ja. De így nincs a fejünkben. Egyébként meg igen, tehát amit a Tomi mondott, hogy ez mint Fluor és Diaz, mert most nagyon sokan kérdezték lent tőlem, hogy miért nem szólt a rappart, és így lehet, hogy egyébként ők ezt nem értik, de egész egyszerűen, amikor Well Hello-val fog menni, sem fog szólni mondjuk Hello lányok, vagy nélküled. Uh-huh. Pontosan azért, mert teljesen külön akarjuk választani ezt, és akkor Well Hello-s dalok fognak felcsönni. Igen, tehát ez egy teljesen más arculat, egy teljesen más történetet, akkor lejövünk zenekarral, vagy egy kicsi, vagy egy nagy zenekarral, de a legrosszabb esetben is egy szaxofonos, vagy egy gitáros velünk lesz. Tehát egy teljesen más történet, az egy totál prémium. Igen, egy komplexebb dolog szerintem. Igen, tehát hogy azért nem akarjuk ellőni mindenhol a rakpartot, mert ez majd akkor lesz, amikor elindulunk és fellépünk, és akkor az majd úgy szólal meg, ahogy kell, és azzal a vizuállal, és azzal a háttérrel, és azokkal a lányokkal a színpadon, akikkel kell. Úgy is van. És mik a tárgyak így a mai estére, későbbiekben? Hát lehet, hogy megvizsgáljuk azt, hogy itt Nyíregyháza Sóston milyen a női állomány, nem? Mert hát, hogy a Diaz az persze foglalt meg, hát egyébként én sem vagyok nagy csajozonos. Nem, egyébként megváltoztál. Nem, igen, megváltoztam. Régen nagy csajozós voltam, aztán most már nem. Úgyhogy hát nem tudom, lenézünk, ismerkedünk, haverkodunk igazából. Szóval meg azért holnap ugye... Meg hát nem, hát holnap már ilyen egykorra indulunk fel, és megyünk három helyszínre, úgyhogy nagyon nem tervezzük azt, hogy itt bármiféle megcsúszás, de hát sosem lehet tudni, a sors útjai kifürkészhetetlenek, úgyhogy nem mondom, hogy rábízzuk magunkat, de azért megvizsgáljuk itt a történetet, jól fogunk viselkedni, szent lelkek vagyunk a szívünkben. Így van. Köszönöm szépen az interjút, srácok! Köszönöm! De messze van már, madzagra kötöm a szívem és titkol, lendületből a durában.